A csőrével próbálta felvenni az utcán eldobott műanyag kupakot ez a varjú a Flash központ parkolójában. A szemetelés globális problémát jelent, és rendkívül káros hatása van az élővilág számára. Egyebek mellett ezért is csatlakoztak a Flash Károly Nonprofit Kft. Munkatársai a TESZED elnevezésű országos akcióhoz. A Flash központ előtt gyülekeztek a dolgozók, hogy közösen együttes erővel megtisztítsák az intézmény környezetét. Mindenki kesztyűt húzott, zsákot vett a kezébe, és elindult összegyűjteni az eldobált szemetet a környéken. Az országos TESZED akcióhoz csatlakoztunk, méghozzá az önkormányzat felhívására adtuk be az igényünket, hogy mint Flash Károly Nonprofit Kft. Mi is csatlakozzunk ehhez az akcióhoz, részt vegyünk benne, és az intézményünk környékét megtisztítsuk. A fém üdítős dobozok mellett cigi csikkeket, csövet, de egészen elképesztő dolgokat is találtak a fleshes dolgozók. Ürülékkel teli zacskó, betét tampon, de női alsónemű is került a szemetes zsákokba. Kizárólag háztartási hulladékot szedünk az előírásoknak és az útmutatónak megfelelően az önkormányzat által kiosztott TESZED logóval ellátott zsákokba. A jelentkezés szerencsére nagyon népszerű volt az intézményünk körébe, a Huszárgálvárosi Könyvtárral, a zeneiskola dolgozóival és a Flash Központ munkatársaival együtt szedjük itt a szemetet. A TESZED országos szemétszedési akcióhoz városszerte több intézmény szervezet is csatlakozott, így például a polgármesteri hivatal, a Kertbarátok és a Vackoróvoda dolgozói is részt vettek az önkéntes szemétgyűjtésben. Tavaly a koronavírus járvány miatt elmaradt az országos akció, 2019-ben azonban csak nem 250 000 ember vett részt a TESZED akcióban, akik több mint 3000 helyszínen közel 2400 tonna illegálisan lerakott hulladékot gyűjtöttek össze.